mindenkinek. Folytatjuk az XCOM-ot. Újabb... azt hiszem, hogy kamerában mentünk meg embereket. Akiknek nagy szükségük van ránk. De érdekében mindenkit jól felfegyverzünk. Szegény. Hi az Isten csodáját, vesztettünk el a luxor sorsolást, már nem is emlékszem rá rendesen. Nem tudom, van olyan, aki most jelenleg kórházban ül. Kuntaként itt van velünk, úgyhogy ő nem. Mi van gránátja, mi az Isten jelennál? Ja, mert múltkor nem jött. Igen, szerintem ezzel most ugyan két arcprogram jó jöhet, kezdőinkkel plusz életerővel próbáljuk életben tartani. Szerintem készen állunk aránylag. Megvan a három rakétás emberünk, ami segít. És a következő hónap elején már szép lesz a világ, ne aggódjatok. Abból a szempontból nem, hogy nem lesz hirtelen egy halom tapasztalt katonánk, de addig azt leszámítva minden más tökéletesen rendben lesz. És most menjünk egy épület tetejére földön kívülieket lőni, mert az a legjobb szórakozás, amit el tudok képzelni. Kicsit szarul kezdődik ez a pálya, tehát minimális fedezékkel. Próbáljuk meg jó hasznát venni annak, ami van. Nyilván nem szeretnék mindenkivel egyből harci helyzetbe kerülni. És szerintem te meg oda mehetsz, mindenki szépen felállt itt egy sorban. Tornasorban szinte. És mindenki legyen kedves figyelni az érkező földön kívüliekre. Ki jött? Na... Megint ez a nagy rohadék, ezzel a múltkor is bajba voltunk. De az összes Overwatch-ot elpazarolja közöttük kisebbre, bár tény, hogy kiírtuk. Akkor a pazarlásnak nem lenne szabad neveznem. Láttam, tudod, te vissza a másikra. Ügyes. És még a fő ezredes úr is lő, de ő mellé lőtt. Na, mondanom sem kell azt a földön kívül, itt nagy sebességgel ki kell nyírnunk. Első kérdés az, hogy megpróbáljuk-e kinyírni innen, ahol most vagyunk, vagy visszavonulunk és megpróbáljuk messzebbről kinyírni. Szerintem véleményem szerint annak a sansza, hogy mi innen őt kinyírjuk, nem feltétlen túl magas, ám de nem nagyon van hová visszavonulnunk fedezék nélkül, erre nem akarok eljönni, mert lehet, hogy ott vannak földön kívüliek. Úgyhogy azt fogom csinálni, azt a kap egy Shredder rakétát, nem azért, mert az nagyon sebez, hanem azért, mert onnantól kezdve minden más jobban fog neki fájni. Így. És most még közelebb is fog jönni, tehát most már a kocka el van vetve. De innentől kezdve. Nem érted, hogy miért akasztja be így a félvilágot, a számomra rejtély. Na igen, csoda, hogy még élsz az-e. Biztos, hogy eltalálod, lőj. Shredder miatt többet se vezet, nagyszerű. És egy rakétával el is intézhetjük a nyomit. Már kicsit túl közel van az, hogy lerakétázzuk. Nagyszerű, ennek annyi lesz most. Elfoghatjuk ezt még egyet, de ennél nincs értelme, nyilván nincs fegyvere. Úgyhogy te szerintem egy pisztolylövéssel intézzel, mert annál kevés menőbb dolgot tudok elképzelni. Hogy ekkora nagy szart egy sima mezei pisztollyal hazaküldeni a bolygójára. Azt hittem ez ilyen automatikus előléptetik szegény, de nem nézhet ki úgy. Nem tudjuk, hogy hová ment. Én pedig abban bíztam, hogy ide jön. Akkor Annoying Orange, jöjjön előre, legfeljebb visszaszalad, ha találok földön kívülieket, bár most még nem találtunk, akkor te is gyere ide. Te is kapsz egy lehetőséget kuntaként, te hogy... Nem kívánatos fejlemény, mert oldalba kaphatják az ezredes urat. És hát mindenki mellé lőtt. Nagyszerű, újra krízis van. A legtöbb krízisre megoldás egy rakéta. A rakétás emberek voltak azok mind, akik elmozdultak. Mi az Isten?
És te ott nagyon szar helyen vagy, te hadod szaladj haza. Szerintem valakivel dobatni fogok egy füstgránátot, mégpedig majd a névtelen kínaival. A többieknek egy chance-ot adok, hogy lőjenek szépen. A 75% igen, egész jó esély. Nagyon mérges. Ahmednak van 53% esélye. Ja, és a pisztolyjal lőttem, én hülye, nem baj, így is mellé lőtte, erre figyelni kell. És a képtelen kínai pedig ledobja meg a füstgránátját. Igazából lehet, hogy okosabb lehet, hogy két füstgránátot használom most, mert ők ketten ott oldalba, bár nem tudom, hogy ez teljesítmény lenne, ha körbe rohanna egy műton és agyonlőni őket. Amikor az egynek van sansza, amelyik nem az emeletem van. Ja, nem tudják, hogy ott vannak, tehát. Ja, és még ő is visszajött. Úristen, az a izének szörnyi. Az egy komoly lövés volt. Ajaj. Ez a platkó mit csinált? Ben sose voltam igazán biztos. Ajaj. Ezredes úr, jó volt önnel. Úristen, ezredes úr, a legnagyobb mázisteket ismerek. És tény, hogy én voltam a hülye, hogy meg oda került, ahol most van. Na, ti húzzatok szépen visszafedezékbe, jó? Hát azt ott nem fogjuk most tudni kinyírni, ami elég nagy baj, teszem hozzá. Hol van Kuntakinte? Hol van Kuntakinte? Itt van Kuntakinte. Ő az egyetlen, aki most fog tudni nekünk rakétázni egyet. Nem tudom, eldönti ez a rakéta most itt, hogy fog... idegesítő! Q és E, nem izé. Dupavérding, akkor próbálom irányt ezt a radkamerát állandóan mostanában. Azt szeretném, igen, szerintem minden három benne van. De nem a Shredder-t, ezeknek a rendes jár. Ebben bíztam pontosan. Ebben ezt az építkezést nem tervezik folytatni a közeljövőben. Gagyi néni megkockáztassa? Hülye kamera! Az, ezt a kettőt ki tudom most nyírni elég biztonságosan. A gagyi nénit ott oldalba fogják lőni. Szerintem azt megcsinálom. A másik kettő nem igen fogja ezeket tudni, az a négyes ott nem igen fogja tudni őket biztonságosan megközelíteni, pláne ki tudja mi vár még ott ránk. És szerintem te most ezt fogod csinálni, és majd egy füstgránáttal próbálom a lövéset biztosítani szegénynek. Ha mit az Isten eltalálják egy 12-es lövéssel, meg lennék lepve, teszem hozzá. Na, hey Apple, húzz haza. Csoda, hogy még ezt hozzá. Te meg gyere ide és gyógyíts meg. Na, egész jó. Hát, ha senki nem veszítünk el ma. Basszus, az egy füstgránát, mert a hülyének volt, aki... De jó, biztos mondtam, akit lehet, hogy elveszítünk ma simán. Basszus kulcs. És már megint a pisztolyon hagytam a szerencsétlen. Annyira mostabán játszom ma. Igen, Gany néni kapni fog egy lövés a fejébe. És a pisztoly Overwatch, de az legalább mellé lőtt, tehát... Lőszert még spóroltam is, de hát én nem nevezem jó megoldásnak. Na, az már talált. Nyászem ez... Úristen! Hát csoda, hogy még élsz, baze! Mert nem volt ott semmi fedezéked. De ezt tudjuk már régóta, hogy csoda, hogy még élsz, baze. Nem baj, két lövésed van, és ha te nem lövöd, majd lelövi más. Elelőtted. Nincs vége a küldetések, bármennyire is örültem volna. Kuntakinte, te pedig egy kicsit távozz most innen, hogy a fedezéked átad. Csoda, hogy még ez az élen.
tartsátok szemmel ezt a régiót. Úgyhogy még előbbre is mehettek szerintem. Nem sokkal, teszem hozzá, csak egy kicsit. Itt most ide jössz, és ismét medkit használ. Hát ez közel volt. Ezredes úr. Örüljön, hogy még él. Nem vártam. Utána, amikor a fejére lőttek. Nem tudom, hány földön kívülvel van még dolgunk. Eddig ez 3-at nyírtunk ki emlékeim szerint. Vagy 6-ot? Azt hiszem 6-ot, nem tudom. De igen, 2 adagot azt hiszem. Nem vagyok benne teljesen, elhasználom az utolsó medkitet, és ugye a 3-ból, ha megvan ez a képesség, hogy 3-at használhat egyszerre, és csak 2-t használok el, akkor 3 lesz megint a következő küldetés, amit láthattátok. Most majd bennem kell neki egy újat, de azt hiszem megér ennyit. A biztosabb, nem biztos, de biztosabb túlélése. Jó embernek. Jaj, de nagyon... Jó, akkor téged 2 lépésben kell, hogy majd átirányítsalak. Valami fedezék jellegű helyre. Névtelen kínai maradjon. És egyelőre maradjon. És nem tudom, itt hogy fogom átverekedni magam fedezékről fedezékre. Földön kívülieknek eddig nem nagyon van kedvük megmozdulni. És Józsit most, mielőtt elfelejtem, hagyd azt a rohadt pisztolyt. Ott se lát senkit, jó. Az ezredes követ téged. Számomra rejtély, hogy ezek hol vannak. Nem baj, ezek a rejtélyek így adják az életcsalát és Borsát. Nem is tudom, miért használtam az álnevetésre, amikor ez még nem is volt poén jellegű sem, és nem is tudom, miért mondtam, és szarvicnek se, szándékosan szarvicnek se tudható be. Nézzük, látsz innen valakit. Nem, akkor tölts újra. Te pedig csatlakozz hozzánk, csoda, hogy még élsz hozzá. És mint már mondtam nagyon sokszor, csoda, hogy még élsz hozzá. Ti pedig egy solid overwatch-án rendezzétek le a helyzetet. Hello. Egy fal! Úristen, egy fal! Ez elég vicces és grafikai baki volt. Vagy neked esélyed nincs őket lelőni, mi? Te látod őt onnan? A szép! Jó szemed van! Csak hogy nem lát senkit innen, de rakétát sincs, ami elég szomorú. Te nyilván nem fogsz itt maradni, a simán oldalba lőjenek, nem te takarodsz vissza ide. Nem tudom, hogy fogom felhasználni a csapatomat jól. Hát mondjuk ide bejöhet, de itt nincs fedezékben szerintem. Vagy ha ide itt nincs fedezékben, akkor itt tudják oldalba lőni. Beküldöm ide a doboz meg egyelőre. Én meg lennék lepve, ha valaki oda tudná kapni. Ezt hiszem, ha valaki a dobozban is azt látom, de nem ez egy falfirka. Ezt a paranoid vagyok. Egy overwatch szerintem a népszerűen kínaitól tökéletesen elegendő egyelőre. Abacus Kun tekintve pedig rohanjon fel ide. Csoda, hogy még ezt pedig csatlakozzon az ezredeshez. Gyere, ő is ezredes lesz szerintem, ha jól folytatja. És ezzel a mázlival simán. És megint megúszott egy elképesztő szituációt. Az előző küldetést azt hiszem, hogy aránylag biztonságban végigcsinálta. A mellette felrobbanó Chrysalidet leszámítva. Nem Chrysalidet, Cyberdisket. Köszönöm, ez a terror missziókban van nyilván. Nincsen flank.
Fá! Na, Ahmed, te csatlakozz be hozzánk most már érdemileg is. Azt hittem, hogy lesz flank, de nem volt. Lejtékben ér a két tank. És tudnánk használni mind a kettőre? Azt hiszem ezzel a lehetőséggel igen szívesen élnék. Próbálom úgy csinálni, hogy a mi embereink fedezékét azért lehet, hogy ne robbantson fel. És ez sikerült. Jaj, de ideges valaki. Jaj, de ideges valaki. Azért nem szeretném, hogy csoda, hogy még ez az a csodás karrierje most érjen véget attól a hátsótól. Úgyhogy ezt az elsőt szeretném valami biztonságos módon kinyírni. Te látsz innen valakit? Igen. Akkor légy vagy kedves. Nem voltál olyan kedves. Hülye. Hülye liba. De én meg is kértelek. Tök udvariasan. De ez csak félfetezék. Ami nem jó. Névtelen kínai, neked abszolút nem tudok a biztonságos helyet nyújtani, vagy mutatni. Jelen állás szerint itt. A legjobb, amit neked... Igen, tényleg fogalmam csúlya, hogy fog ide becsatlakozni. Konkrétan tudom, nincs. Hát ide tud felfutni esetleg. Az lesz. Nem tök jobban. Annak még nem igazán kellene itt lennie. Akkor pedig csoda, hogy még ezt haza nem fog akcióba lépni, mert kicsit túl sok itt elintézni való. Füstgránáttal. Hát elvileg benne vannak, a cipőjük benne van. És ezzel próbáljuk meg biztosítani túlélésüket. Jajaj. Ez a gránát elég szarügy. Mert kinyírja a fedezékünket. Fú, na ez a füstgránát volt. Ajaj. Hát öregem. Névtelen is maradsz. De megbosszolunk. Ne aggódj. Jajaj, nem tudod eltalálni a rakétával azt ott hátul? Ezredesen. Csalódást okozol. 2x60%, gyerünk agyi néni. Neked itt más eseményed nem lesz a harcban, úgyhogy jó lenne, ha ezt meg tudnád csinálni, nagyszerű. Szegény névtelen kínait annyira fel akartam vinni a harcba, hogy mehalt szegény. Szóval hogy látod? És akkor azt mondja, hogy az is lát téged, de mondom fogalmát, és nem képzelni, hogy hogyan. Egy rakétával azt itt nagyon megkínálnám. Nem tehetem, úgy látszik. Nem ér a látkozott rakéta, épp hogy csak, de nem. Basszus, ez nagyon rossz ír. Hát benne van az a kis repkedő flafacskája, de... Ez elége. Nem, ez egy nagyon szeretlen. Azt így nem fogom kinyírni. Az lesz, hogy közelebb jövünk. És nagyon vigyázunk magunkra. Kunta kint a maga néger bónuszával, mert esélye nincs, hogy ezt lelője.
Ahmed őt kinyírhatja, de ebbe valószínűleg belehalna. Most lenne jó egy rohadik rámát, semmi több. Úristen, nem akartam, hogy lőj! Basszus! Nem akartam, hogy lőj! Egyáltalán nem akartam, hogy lőj! A rohadt életbe. Rozgom. Basszus! Hát ez... Szegénynek az életébe kerülhet. Mondom, ez így félig mókása, félig tök komolyan. Neked egy Overwatch-ot tudok ajánlani. Nincs oda végéződék, muszáj egy kicsit közelebb jönni. 55%. Nyírt ki. Nem nyírtad ki. A haverod fedezékét ezzel előtted? Hú, hát csoda, hogy még ez vaze. Az ott kiírhatott van. Ahmednak vége. Úristen, Ahmednak nincs vége. És Ahmed, és gyógyítják ezt a rohadt szar. Oké, Ahmed nem mozdulhat jelenállás szerint. Neki itt az egyetlen haszna az lehet, hogy ezt itt lövöldözi. Ez megér két random lövést, ő nem tud más csinálni. Ez a két levegőtégle elég szép. Wow, 20%-ról. Hát gagyi réni, hát gratuláljak. Ezért most teljesen jogosan jár a gratuláció. Ezt muszáj, de nem tudsz innen most elmenni, megvan. És mellé lőttél. Ezredes úr. Most már most már jobb lesz ugye. Ez már ugye elég. Ez már ugye elég lesz magának. Ez ugye beteljesíti a hozzáfűzött reményeket. Csinált ez valami? Igen. Senki más nem látja, senki más nincs rakétája. Ahmedom, azt el kellett volna találnod, de nagyon. Így belehalhatsz konkrétan, hogy azt nem találtad el. Egy iványkor megremeg a kéz, de akkor is, Ahmed! És ezt most nem lőjük szét, neki meggyógyítják. Té, hogy ott rakétázhatja tovább békés nyugalomba. És oda, hogy még ezt azért küldjük be megint a forondra? Hát, muszáj. Hát azt mondom, muszáj, ezt egyáltalán nem. Az biztosan sokkal óvatosabb és biztonságosabb megoldás. Nincs még egy fiskálátunk? Nincs. Nincs fedezők szegény kínainál. Itt van. Csak akkor is eltalálja az Overwatch, azt én nem szeretném. A probléma tényleg az, hogy a szarságként most Overwatch-ol. Az egy ilyen robotot kinyírtuk, talán másikat is lesz kétlen. Nem fogjuk tudni ebben a körbe kinyírni. Hát akkor nincs más választásunk, Overwatch, és reménykedjünk, hogy Ahmedünk megúszza. Találd el! Találd el! Mentsd meg, Ahmedot! Igen! Ahmed, baszd meg! Ekkora szerencse fiát a ketten is ebben a csapatban. Ezt hogy a picsába jöttett túl? Oké, apád, India, Ausztrália, hoppá! Nem baj, lesz három szatellitünk majd. Úristen, Ahmed! Ezt, hogy ők én névtelen kínai, az nem fontos. Előléptetését most már megkaptad, de nem az lesz, hogy Mustang, hanem az lesz, hogy Mazdista 2. Mindjárt megkapja. Te pedig lehet két gránátod, ami nem érdekel, vagy messzebbre lövő rakéta, ami jobban érdekel, sokkal. Ó, Úristen. Öt ország pánika. Ebből egy fölött van szatellitünk, az elég kellemetlen lenne az ott hagyna minket. Ez nem jó hír. Hát ha lesz majd egy Council Missioning. Még nem lövöm fel az aszteroidákat, a szatelliteket nyilván még nincs értelme, még van időnk. Szeretnék egy két új katonát. Igen, ők is azt javasolja, hogy kéne egy-két katona. Mint látható, van 6 darab aktív és 3 sérült. És ebből ugye az aktívból ugye 3 teljesen nullából 2 sniper, akiket nem akarok alkalmazni. Úgyhogy kell még egy kis pénzt szerezni. Már olyan közel vagyunk ahhoz, hogy kilegyünk a szarból anyagilag.
csináljunk egy kis pénzt. Elsősorban megvenném ezt, mert ez életet menthet. És vásároljunk 4 katonát. Ezzel nem most akartam foglalkozni. Valakit ki kéne hozni a Angliából. Ezzel egy baj van, hogy ezt most kéritek, amikor mindenki sérült. Ebbe beledökölhet az egész csapat. De csökkenteni a pánikot, meg pénzt hozna a házhoz. Találjuk azt ki, akkor már egy sniperünk így is lesz, ami semmit nem fog érni jelen állás szerint. Ha übergyilkos a neve, ha nem. Jaj. Annyit megengedek magamnak, hogy leszedjem a fegyverszetet azokról, akik jelenleg sérültek. Az igazán megcsinálna a játék automatikusan. Meg is csinálja. Akkor miért nincs izéje? Itt a jó népnek. Egy napnyira vagyunk, basszus. Egy rohadt nap. Ja igen, csak elfelejtem. Te nem Mustang vagy. Még te se Flash, azt én nem cseréltem le. Te leszel a mázlista numerok, cváj. Akkor már nummer cváj, nem? Mindjárt cancel, aztán véletlen, ügyes. És akkor te se Flash legyél, hanem... Te ki legyél? Hát ha már francia, akkor Baguette. Ez a küldetésről, ami nagyon fog fájni. Egy kurva nap. Egy! Ennek muszáj szkópot adnom, ha már messzire fogja osztani a halált. Arx Roverrel most nem fogunk nagyon foglalkozni, ebben biztosak lehettek, és nincsen új medkitünk. Egyszerű. Ja, van még 2, akkor nem baj, de akkor is inkább legyen mindenki baszott pontos, jó? Már mindenki, hát értem azt a 2 embert, aki itt. Egy streamment el kéne fogni. Mert neked adok egy aktort, mert akkor ki tudnánk fejleszteni jobb medkitet, emlékeim szerint az kell hozzá, vagy filmben test. Nem emlékszem. Mindenesetre abból most lesz elég az a küldetés után. Már ha egy darabban visszajövünk, ami kurvára nem garantált. A fél profi nyomorék csapat, 3 kezdő. Sok szerencsét, ennél jobb tűzkeresztségetek nem lesz egy hamar.